Köszöntöm nézőinket, Önök a TV Szentendre hírmagazinját látják. Elsőként következenek mai témáink röviden. Épülettűz. Megsemmisült a UPC központ Szentendrén. Testületi ülés. Elfogadták a településképi arculati kézikönyvet. Baleset. Halálra gázolt a hív egy embert Budakalászon. Nulláról kell újraépíteni az egyik kábel TV és internet szolgáltató szentendrei fejállomását, ami szombat reggel égett le a vasvári lakótelepen. A tűzben senki nem sérült meg. Arról, hogy mikorra áll helyre a szolgáltatás, biztosat még nem tudtak mondani a szakemberek. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy 90 négyzetméteres faépület szombat reggel Szentendrén a Vasvári Pál utcában. A tűzoltás közben egy gázpalack az épületben felrobbant, személyi sérülés nem történt, tájékoztatta szerkesztőségünket a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A szentendrei fővárosi hivatásos és a leányfalui önkéntes tűzoltók 4 vízsugár segítségével oltották el a lángokat, illetve akadályozták meg a tűz tovább terjedését. Az ingatlan teljesen kiégett, az anyagi kár jelentős. A faházban a UPC térségi központja működött, így 7 településen szünetel a szolgáltatás szombat óta. Nem volt a társaság történetében példa arra, hogy egy fejállomás ilyen mértékben semmisüljön meg, és 6200 fogyasztó maradjon szolgáltatás nélkül, mondta el stábunknak Kós Attila, hálózatüzemeltetési igazgató. Szombat reggel kaptuk a riasztást arról, hogy elment az áram a Szentendrei központunkban. Ennek oka hamar kiderült, hogy tűz esett, a tűzoltóság már a helyszínen volt, és oltott, gyakorlatilag lángokban állt az egész épület. A katasztrófavédelem szombat estig, sötétedésig vizsgálódott a helyszínen. Egyelőre vizsgálat eredményéről nem tudunk, de nem zártak ki se idegenkeziséget, sem más okot. Miközben a helyszínen még a rendőrség és a katasztrófavédelem folytatta a helyszíni vizsgálatot, a kollégáim már megkezdték egy új ideglenes központ, egy konténer központ összeállítását egy másik telephelyünkön. Vasárnap itt a helyszínen a szakadó hó ellenére is a helyszíni romeltakarítás és a helyszín előkészítése folyt a konténerünk fogadására, és ma reggeli jó hír, hogy az első konténerünk meg is érkezett a helyszínen, a második pedig a következő percekben várható. Gyakorlatilag itt valóban nem is hiba elhárításról beszélhetünk, hanem egy teljesen új központot kell építeni, hiszen a mögöttem látható központ teljesen megsemmisült, működésképtelenné vált, és ezért ez egy teljes szolgáltatás kiesést jelent a szolgáltatási területünkön. Jelenleg egy ideiglenes állomás felépítésén dolgoznak a szolgáltató munkatársai, akik a hétvégén több helyszínen készítették elő a szolgáltatás újraindításához szükséges konténereket. A szolgáltatás kiesés 7 települést érint. Szentendre és a környező 5 település, Pilisborosjenő, Pomász, Budakalász, Üröm és Leányfalu településeken, a mi szolgáltatási területünkön 6200 ügyfelünket érinti ez, teljes szolgáltatás kiesés jelenleg. Azt hiszem ez a legfontosabb kérdés, mármint hogy mikorra áll vissza a szolgáltatás. Több mint 50 kollégám a helyszínen és egyéb telephelyünkön ezen dolgozik. Megfeszítetten, gyakorlatilag szó szerint 7 nappal átéve. Pontos határidőt nem tudok mondani, de egyelőre azt látjuk, hogy a helyreállítás terv szerint jó ütemben halad, és a hét közepe felé várhatjuk, hogy a szolgáltatásokat el tudjuk kezdeni feléleszteni. 50 ember rendkívüli munkaidőben dolgozott az új központ kiépítésén, ami ideiglenes megoldás. A szolgáltatás egy része kedreggeltől működik, majd fokozatosan minden érintettnél visszaállt. Az új, végleges fejállomás helyszínválasztása hosszadalmasabb feladat. Több időt vesz majd igénybe, számos tényezőt kell mérlegelnie a szakembereknek a helyszín kiválasztásához. Elkészült és el is fogadta a testület a településképi arculati kézikönyvet és a hozzá kapcsolódó rendeletet legutóbbi ülésén a testület. A folyamatosan módosítható kézikönyvvel kapcsolatban hamarosan tájékoztatót is tartanak a városházán.
Nem lesz lámpásítva az a három zebra, amivel kapcsolatban a teszt terjesztett fel kérdést a testület elé a legutóbbi ülésen. A településképi arculati kézikönyvről, annak lényegéről, céljáról a főépítész és a tervező csapat számolt be a testületnek a januári rendes képviselőtestületi ülésen. A településképi rendelet az egy olyan komplex rendeletcsomag lett, amelyik a helyi védelmet tartalmazza, ezen kívül a különböző karakterű terület lehatárolásokat jeleníti meg, és ehhez rendelt városképi előírásokat rögzíti, valamint a településkép érvényesítési eszközöket, tehát a településképi véleményezést, bejelentést és kötelezéseknek a mikéntjét, metódusát írja le. Ennek a dokumentumnak a megalapozására és tulajdonképpen az egész város építészeti kultúrájának és örökségének a megjelenítésére egy olyan alátámasztó munkarészt kellett szintén kötelezően kidolgozni, amelyik megjeleníti egyrészt ezeket az építészeti szempontokat, másrészt amelyek hosszú távon a város képét bemutatják, és egyfajta tükröt állítanak az építész szakma elé. Ajánlásokat, pozitív és követendő példákat tartalmaz a kézikönyv, ami folyamatosan megújul a lakosok és az önkormányzat javaslatai alapján. Magába foglalja Szentendre természetes és épített természeti értékeit, kitér a közterületekkel, kertekkel, kirakatokkal, teraszokkal kapcsolatos ajánlásokra. Összefoglaltuk azokat a legfontosabb dolgokat, amelyekre figyelni kell az építés során. Tájolás, széljárás, házhelye. Ezek nagyon egyszerű laikusok számára is érthető rajzos fejezetek. Ez követi tulajdonképpen a veleje ennek a kézikönyvnek, a településképileg meghatározó, eltérő karakterű területeknek a fejezetei. Ugye több ilyen karakterre bontottuk Szentendrének a városát. Azt kell tudni egy-egy ilyen fejezetről, hogy egy térképes oldallal indul, és egy rövid karakterleírással minden egyes fejezet esetében. Ez most például pont a történelmi óváros, majd ez követik az ajánlások. Az ajánlások azok főleg rajzos ajánlások, ahol világosan elkülöníthető a követendő és a mellőzendő példa, ahogy itt is látszik, ugye egy piros kereszt jelzi a nem követendő példát, minden rajzhoz egy rövid leírás is tartozik. A rendeletalkotó kérése volt, hogy rossz példát fotón ne adjunk. Tehát ebben a könyvben is, hogyha rossz példa van, akkor az csak rajzos megjelenítést kapott. A testület több tagjától pozitív visszajelzést érkezett a kézikönyvvel kapcsolatban, de kérdést is kapott a városvezetés. Az előterjesztésben arról van szó, hogy nincs az előterjesztésnek pénzügyi hatása, holott már tegnap a bizottsági ülésen is szóba került az, de egyébként kiolvasható az anyagból is, hogy nyilván ez többletterheteket fog az építészi kabinetre majd terhelni, és nyilván föl kell venni új embert, és nem tudom, hogy ilyenkor bele kell leírni az előterjesztés szövegébe, hogy ennek nyilván lesz ilyen formában pénzügyi kihatása, de ez csak egy technikai megjegyzés. Köszönöm. További terveket osztott meg a testülettel a kézikönyvvel kapcsolatban a kulturális alpolgármester. Én is szeretnék gratulálni a tervező csapatnak és tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a kulturális városvezetésnek is olyannyira elnyerte a tetszését a kiadvány, hogy azt beszéltük meg, hogy egy kiállítást is nyitunk a Városház galériában a kiadványban lévő fotókból és grafikákból. Ezzel párhuzamosan egy szakmai előadást is tervezünk főépítész úrnak a vezetésével, elsősorban az építész kollégáknak, de ez egy nyitott fórum lesz, tehát minden érdeklődőt, aki több időt szeretne behatóan tölteni a kiadvány megismerésével és a szerzőknek kérdéseket föltenni, akkor ezen az eseményen szeretettel várjuk, és reményeink szerint addigra már a kiadvány is elkészül, kézbe kapható lesz, megvásárolható, elvihető lesz. A testület 14 igen szavazattal elfogadta a település képi arculati kézikönyvet, és megszavazta a hozzá kapcsolódó rendeletet. Az ülés többi napi rendi pontjával holnapi híradónkban foglalkozunk. A helyszínen meghalt a szombati hévgázolás áldozata. Nem sokkal éjfél után gázolt halálra a H5-ös hév egy embert Budakalászon, az Ady Endre utcai vasúti átjárónál. A balesethez a szentendrei hivatásos és a pomázi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a műszaki mentést. A gázolás áldozata olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Pénteken késő este ugyancsak a H5-ös vonalon Csillaghegynél ütött el egy embert a hév. Annak a balesetnek a sérültjét sikerült megmentenie a helyszínre érkező mentősöknek. Megírták a szentendrei Móricz Zsigmond gimnáziumban is a központi írásbeli felvételit a diákok január 20-án. A szervezők fontosnak tartották előre jelezni, hogy rendkívül sokan írják meg náluk az írásbelit, ezért érdemes volt korábban érkezni. Nagy segítség volt a szülőknek és a diákoknak is, hogy a diák önkormányzat tagjai segítették a tájékozódást a gimnáziumon belül. Országszerte több ezer hatodikos és nyolcadik osztályos diák ült be szombaton az iskolapadba, hogy megírja a központi írásbeli felvételi vizsgát magyarból és matematikából. A felvételi terem még a hozzátartozók is elkísérhették a fiatalokat, de oda már csak a diákok léphettek be. Szigorú szabályok határozták meg minden percét a szombati napnak, aminek tétje a továbbtanulás volt. A teremben a tanulónak, a sorszámának megfelelő padba kellett ülnie. Az előtérben várakozó szülőknek is izgalmas volt a várakozás, míg gyermekük írta a központi írásbeli felvételi lapot. Én azt gondolom, hogy egy borzasztó nagy stressz, és ezt nem csak az én saját gyerekemmel látom, nyilván látom az osztálytársakon és a barátokon is, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megterhelő ez nekik. Szerintem sok plusz készülést igényel a gyerekektől, ahhoz, hogy sikeresen megírják, és ne legyen ez egy kudarc, azt gondolom, hogy sokat kell pluszban készülniük. Nyilván azt szeretném, hogy most nagyon jól sikerüljön ez a felvételi, és abba az iskolába kerülhessen be, ahova ő szeretne, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy a gyerek által kiválasztott iskolát írjuk be elsőnek. Nyilván ez egy érzelmi elköteleződés is a gyerek számára. Hát nekünk ez a Móricz lesz, úgyhogy azért is választottuk, hogy itt írjuk a felvételit. Azt hallottam, hogy a magyar az közepesen volt nehéz, most kezdték írni a matekot, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy jól sikerül. A diákok nagy izgalommal osztották meg szerkesztőségünkkel, hogy ki milyen módon készült a megmérettetésre. Én minden nap gyakoroltam matematikát és magyart, és nagyon izgultam, mert nem gondoltam volna, hogy jó lesz, és mindig, amikor kijavítottam magamnak, vagy pozitív, vagy negatív élményeim voltak, általában ilyen 25 pontot értem el, és ennek úgy nagyjából örültem, és jártam egy külön matek tanárhoz is, Tünde nénihez, az a vicces, hogy a vezetéknevét nem tudom, és ő nagyon sokat segített nekem a matematikában. Magyarra igazából nem nagyon készültem, csak a matekra, mert én már jelentkeztem egy másik iskolába, szóval ezt csak így megnézem, hogy megy, és a matekra voltam igazából kíváncsi, hát a magyarra egy-két napot azért készültem, és hát arra számítottam, hogy nem tudok minden feladathoz hozzákezdeni, de igazából hozzá tudtam, szóval rosszabbra számítottam. Kerezsi Csaba igazgató elsőként arra a kérdésünkre válaszolt, hogy mit jelent a diákok életében egy középiskolai felvételi. Tulajdonképpen az első komoly megmérettetés. A jelentősége az, hogy valamennyi gimnáziumban és egy bizonyos szakközépiskolák egy részében is, ez egy nagyon jelentős részét képezi a középiskolai pontszámuknak, tehát hogy bekerüljenek valamely gimnáziumba. Ez általában olyan 50% közötti részét jelenti a felvételinek. A központi írásbeli felvételit azonos szabályok között írják mindenhol az országban. Azonos feladatlapokat azonos időben bármelyik iskolába jelentkezett a tanuló. Itt most nem a Móricz Zsigmond gimnáziumba jelentkezett diákokkal találkozhatunk, hanem akik valamelyik gimnáziumba szeretnének jönni. Nyilván részben ugye a nagy részük azért hozzánk, és ez azt is jelenti, hogy a szabályok bárhol azonosak. Két részből áll a feladatlap, egy magyar nyelvi és egy matematika részből ebben a sorrendben, 2x45 perces feladatlap, semmilyen segédeszköz nem használható a feladatok kitöltésekor, a feladatok általában kompetencia alapúak, tehát arra kíváncsiak, hogy a gyerekeknek milyen készségei, képességeik alakultak ki az elmúlt 8 évben. Az igazgató elmondása szerint kiszámítható feladattípusokat kellett megoldaniuk a tanulóknak. A javítása szintén van egy jogszabályi határidő, egy tólig határidővel. Nyilván azok az iskolákkal kevesebb vizsgázó van, akkor akár néhány napon belül is már ezt megtehetik. A nagyobb vizsgáztató intézmények, azért mi is ilyenek vagyunk, elég sok a feladatlap, nem tudjuk nyilván néhány nap alatt kijavítani. Itt
itt a Móriczban 30-ára készülnek el a javítással, és 8 órájuk van arra a tanulóknak, illetve hát szüleiknek, hogy megnézzék a feladatlapjukat, 8 és 4 óra között 30-án meg lehet tekinteni ezeket a feladatlapokat. A legnagyobb kérdés a szülők és a diákok részéről is az volt, hogy kik kerülhetnek be a szentendrei Móricz Zsigmond gimnáziumba. Hogyha megvan a központi vizsga eredménye, a tanulók utána jelentkeznek gimnáziumba. Tehát tulajdonképpen mi akkor tudjuk megmondani február közepén, hogy a Móricz Zsigmond gimnáziumba ennyi és ennyi tanuló jelentkezett. Ez a szám azért általában magasabb, mint a központi vizsgát írók száma, hiszen ezt a vizsgát mindenki megírhatja a lakóhelye szerinti legközelebb vizsgaközpontban. Tehát, hogy ide kik kerülhetnek be, az februárban fog kiderülni, hiszen ezek után még tesznek egy szóbeli vizsgát is, ez nagyjából február második fele március eleje, és úgy képződik egy 200 pontos pontszám, amelyből hát a legjobb körülbelül 120 tanuló fog bekerülni 9-be. Ahogy azt a gimnázium igazgatója előzőleg elmondta, várhatóan január 30-ára javítják ki a központi írásbeli feladatlapokat, amelyeket reggel 8 és délután 4 óra között a szülők és a diákok is egyaránt megtekinthetnek. Végül a várható időjárásról. Kedden eleinte marad a csapadékos idő, esőre, havas esőre, únos esőre kell számítani, délutántól egyre kevesebb helyen esik majd. A hideg hajnalt követően napközben mínusz egy plusz 7 fokig melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink. A nulláról kell újraépíteni az egyik kábel TV és internet szolgáltató szentendrei fejállomását, ami szombat reggel égett le a vasvári lakótelepen. A tűzben senki nem sérült meg. Arról, hogy mikor áll helyre a szolgáltatás, biztosat még nem tudtak mondani a szakemberek. Elkészült és el is fogadta a testület a településképi arculati kézikönyvet és a hozzá kapcsolódó rendeletet legutóbbi ülésén. A folyamatosan módosítható kézikönyvvel kapcsolatban hamarosan tájékoztatót is tartanak a városházán. A helyszínen meghalt a szombati hévgázolás áldozata. Nem sokkal éjfél után gázolt halálra a H5-ös hév egy embert Budakalászon, az Ady Endre utcai vasúti átjárónál. Megírták a szentendrei Móricz Zsigmond gimnáziumban is a központi írásbeli felvételit a diákok január 20-án. A szervezők fontosnak tartották előre jelezni, hogy rendkívül sokan írják meg náluk az írásbelit, ezért érdemes volt korábban érkezni. Nagy segítség volt a szülőknek és a diákoknak is, hogy a diák önkormányzat tagjai segítették a tájékozódást a gimnáziumon belül. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További híreinkért keressék fel a szentendre.media.hu oldalt, ahol élőben nézhetik adásunkat. De ne feledjék, csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!